Ebben a mostani videóban arról lesz szó, hogy milyen természetes módszerekkel, ételekkel, gyógynövényekkel, szerekkel tudod felgyorsítani a külső sebek gyógyulását. Szeretetek, köszöntelek! Sokféle seb keletkezhet a testünkön, például vágások, égések, horzsolások, szúrt sebek, illetve nyomás következtében kialakulók. Kialakulhatnak sebek, fertőzések, műtétek következtében, cukorbetegség esetén például fekélyek, de a lelassult vérkeringés miatt is. A stressz hatására romlik általában az alvás minősége, ami lassítja a sebek gyógyulását. De lassul a sebgyógyulás idősebb korban, dohányzás esetén, illetve túlsúly alatt is. A gyógyszerek közül a kortikoszteroidok és egyes kemoterápiás szerek is lassítják a sebgyógyulást. A sebek regenerálódását, gyógyulását érdemes mind külsőleg, mind belsőleg megtámogatni. Először is nézzük meg, melyek a legjobb ételek, amelyek segítik a sebek regenerálódását. A zöldszínű zöldségek, mint a brokkoli, leveleskel, spenót, kelbimbó és mások elsősorban magas K-vitamin tartalmuk miatt hasznosak, mely vitamin ugye nagyon fontos a véralvadáshoz. A tiszta fehérjek bevitele is lényeges, hiszen fehérjek nélkül a testünk nem tudja újjáépíteni az elvesztett szövetet. Tehát marhahúst, halakat, csirkehúst érdemes nagyobb mennyiségben fogyasztani, enni, ha sebeink vannak. A fehérjéket pótolhatjuk fehérjeporokkal is. Fontos a kollagén bevitel is, hiszen bőrünk jelentős része kollagénből áll. A kollagént pótolhatjuk étrendkiegészítővel, illetve lassú lángon, 14-20 órán keresztül főzött húslevessel, csontlevessel. Cukorbetegeknek kollagént pótolni rendszeresen mindenképpen egy jó ötlet, abból a célból, hogy a fekélyeket megelőzzük. A második nagyon jó sebgyógyító a nyersméz, illetve kiemelten a manukaméz, melyet külsőleg alkalmazhatunk. Manukamézek egyébként mind nyersmézek. A nyersméz olyan méz, ami nincs felmelegítve 45 Celsius fok fölé, tehát benne vannak az enzimek, vitaminok és sok más hatóanyag, ami a felhevítés hatására eltűnik a mézből. A nyersmézről készítettem korábban egy videót, ott több infót is találsz róla. A nyersmézet, amikor felvisszük a sebre, reakcióba lép a test nedvekkel, és hidrogén peroxid jön létre ideális mennyiségben, mely szokatlan környezetet teremt a káros baktériumok számára. Az ideális szintet azért emeltem ki, mert közvetlenül csak hidrogén peroxidot felvinni a sebre nem feltétlenül egy jó ötlet, mert a sebnek az sem tesz jót, ha túl sok hidrogén peroxidot kap. A mézet alkalmazhatjuk műtéti sebekre, lábszárfekélyre, tájogokra, égési sérülésekre, vágásokra és horzsolt sebekre is. A nyersméz hatására csökken a fertőzés lehetősége, mérséklődhet a fájdalom és felgyorsul a gyógyulási idő is. Manukamézek esetén sebgyógyulási célból érdemes azokat választani, amelyek 300 feletti MGO értékkel rendelkeznek. Az MGO a manukamézek erejét jelölő rendszer, a metilglioxálnak a rövidítése. A harmadik nagyon jó külső sebgyógyító az aloe vera, melyet nem csak belsőleg ihatunk, de külsőleg is felvihetünk a sebekre. Itt fontos megjegyezni, hogy tiszta aloe verát alkalmazunk, és ne olyat, amelyben esetleg másfajta anyagok is vannak, ha csak nem olyan több összetevős készítmény, mely kifejezetten sebekre ajánlott. Az aloe vera enzimeket, glikoproteineket, növekedési faktorokat, vitaminokat, ásványi anyagokat is tartalmaz, melyek fokozott epitelizációval és a granuláló szövetek gyors kialakulásával gyorsítják fel a gyógyulást. Az epitelizáció és a granulációs fázis a sebek gyógyulásának különböző szakaszai, ahogy a seb lépésről lépésre eltűnik a bőrfelületről. Az aloe verának baktériumellenes hatásai is vannak, elsősorban a jobb minőségű készítményeknek, tehát csökkenthetjük vele a fertőzések lehetőségét is. Illetve a sokféle vegyület között, ami megtalálható benne, tartalmaz egy mannóz 6-foszfát nevű vegyületet is, mely a makrofágok aktivitásának fokozásán keresztül serkenti az új sejtek termelődését. Azaz az aloe vera nem csak védi, de az új szövetek kialakulását is segíti. Az aloe verát belsőleg is érdemes fogyasztani. A negyedik, amit ajánlott szedni sebek esetén, az a cink. A cink azon túlmenően, hogy immunrendszerünk számára az egyik legfontosabb nyomelem, a bőr gyógyulását is támogatja. A cink hiány egyik jele egyébként, hogy
hogy könnyen sebek keletkeznek a testünkön, akár enyhébb sérülésekből is. Fontos szerepet játszik a sebgyógyulás minden egyes fázisának szabályozásában, javítja a sejtmembránok állapotát, csökkenti az oxidatív stresszt, javítja a véralvadást, és a szövetek újra képződésében is részt vesz. Idősebb korban egyébként a gyomorban lévő felszívódás romlása miatt általában a cink szintje is csökken a szervezetben, tehát érdemes például szüretlen almaecetet, illetve erjesztett ételeket is enni mellé. A cinkről készítettem korábban egy videót, keresd rá a keresőben, ott több mindenről szó van. Az ötödik a C-vitamin. A C-vitamin kulcsfontosságú, mivel segíti a kollagén termelődését, tehát az első pontban említett kollagén pótlás esetén természetes C-vitamint is ajánlott bevinni. Jó C-vitamin forrás a savanyú káposzta, a homoktövis, a citrusfélék, a paprika, bogyós gyümölcsök. Ételkiegészítőként pedig az acerola és a kamu-kamu bogyóból készült kivonatok. A C-vitamint nem csak a kollagén szintézis miatt érdemes pótolni, de ugye a sebek következtében esetleg más fertőzések is kialakulhatnak a testünkben, tehát az immunrendszer terhelése ugye megnőhet, amit a C-vitaminnal segíteni tudunk. A hatodik és egyben utolsó, amire fontos odafigyelni, az a vízbevitel. A testünknek szüksége van a vízre, ahhoz, hogy a tápanyagokat mozgassa, illetve hogy a salakanyagokat ugye elszállítsa. A testünknek a sebekhez sokkal több tápanyagokat kell juttatni, amit más részhez, hiszen ott ugye komoly munka folyik, újjá kell építeni az adott testrészt. Ahogy más videóban is említettem már, a legjobb víz, amit ihatunk ilyenkor is, az a desztillált víz, amit otthoni vízdesztilláló készülékkel tudunk előállítani csapvízből. A napi vízmennyiség valamennyire a test súlyunktól is függ, kb. 35 ml-rel számolhatunk test súly kilogrammonként naponta, ami egy 90 kg-os ember esetén napi 3 liter vizet jelent. Remélem, hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha vannak tapasztalataid a témával kapcsolatban, ha ismersz más sebregeneráló módszereket, írd meg a hozzászólásokba, mert így másoknak is tudsz segíteni. Ha még nem vagy feliratkozva, kattints a piros feliratkozás gombra, iratkozz fel, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!